A tavalyi rajthoz hasonlóan idén is sokan fognak nekiindulni a 7, 14 vagy 21 kilométeres távnak a Cerbona-Fehérvár félmaratonon. A szervező Alba Triatlon elnöke ugyanis már az előnevezések alapján arról számolhatott be, hogy a világjárvány előtti szintre tért vissza a futókedv, és ez meglátszik az indulók számán. Abból is látszik, hogy az előnevezésekkel is vártak, ugye mert tavaly december óta lehet nevezni, de vártak az utolsó hetekig, hogy biztosak legyenek benne, hogy igen, megrendezésre kerül a verseny, jó idő lesz, ott vannak a támogatók, itt a város, adott a pálya, úgyhogy én úgy látom, hogy szépen visszaállunk az eredeti kis teltházas versenyünkre. A város sportos hétvégét bonyolít, hiszen pénteken halad át Fehérváron a Giro d'Italia mezőnye, vasárnap pedig több százan futnak majd a félmaratonon. Mindez látványnak sem lesz utolsó, hangzott el a futóesemény sajtótájékoztatóján. Az időpontok úgy jöttek ki, hogy most koncentrálódnak az utcai sportversenyek, kerékpár és futás. Én nagyon örülök, hogy a Covid után viszonylag magas, és igen magas a nevezői létszám, és még mindig van érdeklődés, úgyhogy egy nagyon jó látvány lesz majd vasárnap délelőtt, aki kilátogat az útvonal mentén, vagy épp sem csak az ablakából kinéz. Nagyon örülök neki, és köszönöm szépen az Alba Triatlon Egyesületnek a szervezést, a szponzoroknak a sok segítséget. Így válik egy teljes sportfesztivállá ez a vasárnapi nap, úgyhogy buzdítunk mindenkit, hogy egyrészt kövessék figyelemmel az útvonal mentén, másrészt pedig látogassanak ki a Bregyóba, hiszen kicsiknek, nagyoknak sok-sok program lesz majd, úgyhogy érdemes lesz vasárnap részt venni sok tekintetben is ezen a programon. A Cerbona-Fehérvár félmaraton fő támogatói évek óta szponzorálják az eseményt, és nem csak anyagi hozzájárulással, hanem aktív részvétellel és kísérő események szervezésével bizonyítják elkötelezettségüket. Idén a jótékonykodásra is figyel a fő támogató. Szeretnénk elkezdeni egy újfajta jótékonysági akciót, Fussunk össze név alatt, Cerbona Fussunk össze. Ez egyrészt jelenti nyilván, hogy ott a helyszínen összefutunk, és reméljük minél több embert látunk, illetve, hogy gyűjtsünk össze jó sok kilométert a futással, nem csak versenyzők, hanem helyszínre kilátogatók is, helyszínen kihelyezett futópadon, mérni fogjuk, hogy ki hány kilométert hogy teljesít, és ennek a végén fogunk kapni egy jó nagy kilométer számot, és ahány kilométert gyűjtünk, reméljük ez több ezer lesz, annyi darab Cerbona termékkel fogunk egy helyi szervezetet támogatni. Lesz egy kisebb standunk a rajtvonalnál, vagy célvonalnál, ahogy tetszik. A kis standunknál vendégül fogjuk látni a Jégkorong csapat néhány játékosát, akik szeretettel várják azokat, akik érdeklődnek, akár a hoki iránt, akár a futás iránt. Lehet majd velük fényképezkedni, autogramot kérni tőlük, és lehetőség lesz egy kis játékra velük. Jég nélkül kapura lövést lehet gyakorolni majd. Az előnevezés lezárul, de a helyszínen még lehet nevezni vasárnap, a rajtcsomagok pedig már szombaton déltől átvehetők a Bregyóban. Vasárnap 9 órakor rajtól a 7. Cerbona-Fehérvár félmaraton.